Sziasztok! A Alex vagyok az Újpalota Fitness Centerből. Ismét edzeni fogunk, ma egy karedzést fogunk végrehajtani. Edzőtársammal és barátommal, Gergővel. Kérjétek nyugodtan a segítségét, illetve itt Újpalotán az én segítségemmel tudtok készülni, fogyni, hízni, szálkásítani. Lassan ugye jön a nyár. Mindenki jól akar kinézni. Mi is, úgyhogy induljunk. Szépen könyökünket megtámasztjuk a testünk mellett. Elkezdjük a gyakorlatot. Szépen a légzésre figyelünk arra, hogy a könyökünk a testünk mellett van. Fölfelé veszem a levegőt, lefelé ujjom és feszítem. Ez a gyakorlat a triceps egyik alapgyakorlata. Mi az edzés elejére szoktuk tenni, azáltal jól bemelegedik a könyökünk, bedúlik a tricepsünk, és a többi gyakorlatot már szépen ezután koncentráltan tudjuk csinálni. Természetesen ezt a gyakorlatot is szép lassan végezzük, teljes mozgástartományban. Mindig teljesen kinyújtjuk a kezünket, nem akasztjuk ki a könyökünket, de megfeszítjük közben a tricepsünket. Szépen egy alapvető gyakorlat, kolózkodni fogunk. Ezt a gyakorlatot mellre is, és tricepsre is alkalmazunk, könyök állástól függően. Ha a könyököt beszorítjuk magunk mellé, akkor inkább triceps dolgozik, hogyha kinyitjuk a könyökünket és előre dőlünk a kockodásnál, akkor pedig inkább a mellizom az, ami dolgozik, de alapvetően mind a két izom igen hangsúlyos szerepet fog venni a gyakorlatnál. Lényeges, hogy ne csak részmozdulatokat végezünk, hanem teljesen engedjük be magunkat, hogy a triceps megnyúljon. Engedjük, megnyúlik a tucat, és innen emeljük fel. Jó. Légzés nagyon fontos. Amikor nyomjuk magunkat, erőt fejtünk, fújjuk a levegőt. Amikor engedjük be magunkat, akkor szívjuk a levegőt. Gyakorlatot lehet nehezíteni, hogyha a derekunkra súlyzótárcsát kötünk, vagy pedig súlyzótárcsát teszünk a térhajlatban, de ebben az esetben össze kell fűznünk a két lábfélünket, és belemeljük, ide rakjuk be. Egy igazi tömegnövelő gyakorlat, nagy súlyon lehet végezni. Kocsatásra figyelünk, könnyű nem mozdul el. A légzés ennél gyakorlatán is nagyon fontos. Akkor lefelé engedem a súlyt, akkor veszem a levegőt. Akkor fölfelé tolom. Akkor fújom ki a levegőt. Arra figyelek, hogy a könyököm nem mozdul el. Ezt nyugodtan meg lehet pakolni. Célszerű francia rúddal végezni. Az egyenes út szétszedi a csuklónkat hosszú távon. És jó nagy tricepset lehet elérni idővel. Nagyon jó gyakorlat. Intenzívvel, koncentráltan dolgozom meg a tricepszet, a feszülés folyamatos csiga miatt. Nézzük is, mert nézzük a gyakorlat. Ez azért segítőre van szükség, hogy feladja a kötelet az edzőpartnernek, ha ő stabilan fogja, hátraengedjük, fölveszi a kezdő pozíciót, egyén előre dőlünk, úgy tartjuk magunkat, és kinyújtjuk. Fontos, hogy a könyök a lehető legminimálisabbat mozogja. Teljesen kinyújtjuk, szétnyitjuk a kötelet, és teljesen beengedjük. Hagyjuk, hogy a súly teljesen lehúzza
készségeket, ezáltal maximális megnyúlást biztosít a tricepsnek. Fönt szétnyitjuk, egymásokat megfeszítjük, és vissza. Légzésre nagyon figyelünk, amikor előtt fejtünk, fújjuk a levegőt. Nevezetű gyakorlat következik. Szépen figyelünk arra, hogy a könyökünk és a vállunk egy vonalban van. Testünk mellől dolgozik, a könyökünket nem engedjük le. Szépen megfeszítjük a tricepsünket. Légzésre ugyanúgy figyelünk. Az edzés végére szoktuk hagyni ezt a gyakorlatot. Ez is egy koncentrált triceps gyakorlat. Ezt is szép lassan végezzük, és a végén ezzel teljes kifáradásig tudjuk kínozni a tricepsünket, illetve terhelni. Nem kell nagy súlyjal dolgozunk, inkább arra kell figyelnünk, hogy folyamatos feszülés alatt tartsuk a tricepsünket. Végeztük a triceps gyakorlatokkal, itt is nagyon fontos, hogy megjön a megfelelő nyújtás. Következő módon tudjuk megcsinálni. Ha egyedül vagyunk, egy géphez oda támaszkodunk, meghúzzuk, és másik kezünkkel pedig tolunk ellentétesen tolunk a tricepsnek. Úgy másik kézzel is megcsináljuk. Úgy teljesen feszül meg a triceps. Jó, de hogyha van edzőpartnered, az összeg ő segítségében nagyon szépen lehet nyújtani. Felrakod a kezet, átfogsz, megfogod a készfejét, húzod lefele, ezzel a kézzel pedig tolod a tricepset. Könyöknél tolod az ellenkező irányba. Meghúzod kicsit, nem rángatod, és szépen lassan engeded vissza. Másik kézzel. Szóval beengeded, átfogsz rajta, meghúzod, és elkezded a könyökét tolni az ellenkező irányba. És szépen lassan vissza. Ezt is karonként 2-3 alkalommal megcsináljátok, 20-30 másodperces időintervallumban, amikor megfelelően lenyújtott ezt a tricepset is. Végeztünk már. Generation X, Generation Strange, sun don't even shine through our window pane.